Így szólt 2019-ben Kecskeméten Közép-Európa legnagyobb rockzenekara, a City Rax. Több mint 500 zenész egyszerre egy helyen a Benkó Zoltán Szabadidő Központban játszott és énekelt. A két órás óriás koncertre az ország minden tájáról és külföldről is érkeztek zenészek. Izzott a hangulat, forró volt a buli, és nagyon sokan együtt zenéltek, együtt domoltak, együtt gitároztak, és örültek annak a lehetőségnek, hogy ők is rockstárrá válhatnak, azon túl, hogy színvonalasabb előadások voltak a színpadon is. Egy óriási élmény volt, és többen megállítottak már az elmúlt években, hogy ugye lesz még megint Kecskeméten. Hát itt van, most elmondhatjuk, hogy igen, szervezzük, minden borús felhőzés, elvonult az elmúlt években mögülünk, és azzal a lelkesedéssel, azzal az örömmel, ahogy szerveztük 2019-ben, most egy nagyobb buli lesz és egy nagyobb durranás 2024-ben. Mindig lépünk egy szintet följebb, a minőséget is fejlesztjük. Most is több helyszín, több alkalom, több napra tervezzük ezt, nem csak egy délutánra és egy napra, és hát ha már olyan sokan összejövünk, akkor legyen egy nagy durranás is, úgyhogy nagy neveket, nagy sztárokat meg kell, hogy hívjuk, és együtt kell, hogy velük rokkoskodjunk és ünnepeljünk. 2019-ben tehát már beírta magát Kecskemét a rockzene történetébe. Most azonban a híres város magasabbra teszi a lécet, ugyanis idén nem egy, hanem egyenesen 3 napon keresztül tombolhatunk a rockzenére május 16 és 18 között. Ezt az eseményt már bátran hívhatjuk fesztiválnak, melynek része lesz egy mozgókamion is, amelyen mintegy 60-an zenélnek majd. 16-án csütörtökön a belvárosban tervezünk egy warm-up koncertet. A programban majd ez elérhető lesz, hogy milyen típusú koncerttel várjuk majd ott a belvárosban a kecskemétieket. Aztán áthelyezzük a székhelyünket a Benkó Zoltán Szabadidőközpontba. Onnan fog indulni, már immáron a City Rocks történetében már 3. alkalommal az úgynevezett rock kamionunk, amit úgy kell elképzelni, hogy egy komplet kamionplatót telepakolunk rockzenészekkel, és járják a város és a utcái tereit, és kisebb koncerteket adnak 4-5 számos repertoárral a város különböző emblematikus pontjain. Úgyhogy ezzel egy picit megpróbáljuk már pénteken megborítani a kecskeméti délutáni nyugalmat. Reményeink szerint nagyon sok ember fogja erre fölkapni a fejét, és eszébe juttatjuk, hogy utána neki jelenése van a Szabadidő Központban. Szerveződik még a program, én azt mondom, hogy most körülbelül 80%-os készültségben van ennek a fesztiválnak a végleges programja, de azt már bizton elárulhatom, hogy jelen lesz a idén 35. évét ünneplő tankcsapdazenekar. Itt fogja ünnepelni a 20. évfordulóját, a második jubileumát a Ród zenekar. Olyan viszonylag ebben a szcénában nagy neveknek számító zenekarok is jönnek, mint a Fish vagy a Depresszió. Jön a Mobilmánia, a kicsit a idősebb rock generációnak kedvezve, Viki Dágyulával kiegészülve. Több tribute, cover zenekar is érkezik Kecskemétre, hogy többek között az AC/DC, a Rolling Stones vagy a Guns N' Roses legnagyobb slágerei is megszólaljanak a Szabadidő Központ területén. Természetesen a lényeg sem marad el, idén 12 dalból áll a flashmob repertoárja, a vadonatúj számlista egyelőre titkos, de annyit megígértek a szervezők, hogy nagyot fog szólni. Az eseményen Kis Milán, a Kies zenekar énekes gitárosa elmondta, szuper dolognak tartja, hogy ilyen formán is rá tudják venni a zenészeket, legyenek kezdők vagy profik, hogy otthon rockzenét tanuljanak. Kis József, a Nova Prospect zenekar gitárosa pedig azt hangsúlyozta, nem csupán koncertet fognak tartani a City Rocks-on, hanem a flashmobon is részt vesznek majd. A mai sajtótájékoztatón megtudtuk, hogy Kodály városának vezetőjeként nem is tehet másképp, most is énekelni fog a polgármester.
Mindenki írja fel tehát a naptárba, május 16, 17, 18, City Rax. A City Rax produkció hamarosan nyilvánosságra hozza a fesztivál részletes, teljes programját, a flashmobon résztvevő zenészek számára is napokon belül indítják a jelentkezést. További információk, részletes program, jelentkezés a www.cityrax.hu weboldalon, valamint a közösségi média felületeken.